Jó napot kívánunk, folytatjuk közvetítés sorozatunkat a Hotel Eger Park kongresszusi terméből. A Hungarian Open a csapatversenyekhez érkezett, amiből következik, hogy vannak már érmeseink, sőt, a jó hír, hogy aranyérmeseink is vannak. A kategóriákat is említve a következők. Páros Péter az állók kategóriájában a 11-es csoportban szerzett aranyérmet, csak úgy, mint Csonka András, aki a 8-as kategóriában lett első. A 10-esben Berezki Dezső ezüstérmet szerzett, mindez az Egri sportcsarnokban történt. Itt nálunk a kerekes székeseknél Kajzer János ezüstérmet szerzett az első kategóriában, ugyanitt Major Endre és Barabás Balázs bronzérmes lett. Nézzük az aranyérmeseket az 1-es kategóriában. A szlovák Polkoráb nyert, miután verte 3-2-re a magyar Kajzer Jánost. Nyert a 2-es kategóriában Martin Ludrovski, ő is szlovák. A 3-as kategóriában az izraeli Liran Geva győzedelmeskedett, a döntőben a francia Julien Bouchot verte 3-0 arányban. A francia Alexander Delarc is nyert a 4-es kategóriában, ő Tomislav Spájt, a horvát versenyzőt verte a döntőben. Jeremenko volt a győztes, az izraeli fiatalember az 5-ös kategóriában a szerb Budimir Malesicet verte meg, és így ő is aranyérmes. A hölgyeknél horvát házi döntő volt, Andela Muzsinic a döntőben 3-1 arányban verte Helena Karic Dretart, így ő is aranyérmes lett. Itt a csapat küzdelmek kezdődnek meg ebben a pillanatban. Most az egyes asztalon, amit majd egészen a késő esti órákig figyelemmel kísérünk, a szlovák csapat egy makaui orosz közös csapattal mérkőzik majd. A szlovákoknál Péter Mihalik velünk szemben, a makaui orosz csapatból pedig a velünk háttal látható székben Nikolaj Martinov versenyez. Pillanatnyilag 5-1-re vezet a szlovák fiú, ezzel a csapat is. Egyébként a nap folyamán még közvetítjük majd a szlovák csapat mérkőzését egy szlovák, egy angol vegyes csapattal. Erre majd 3:30 kerül sor. A szlovák-magyar összecsapás 17 órakor kezdődik, akkor majd Péter Mihalik és Andrej Mészáros képviseli a szlovák színeket, nálunk pedig Kisjuhász József és Pusztafi László indul majd. Este 6:30 egy másik kategóriában, az 1-es kategóriában ugyancsak magyar-szlovák, illetve hát magyar-szlovák-angol összecsapásra kerül sor. Major Endre és Kajzer János, a két magyar, a két érmesünk, ugye az ezüst és bronzérmesünk mérkőzik majd Marian Kamiennel, illetve a walesi Thomas Matthews-zal. És végül este 8 órakor visszatérünk a másik kategóriára, akkor is egy szlovák-magyar összecsapás lesz. Magyar részről Kisjuhász József és Pusztafi László vesz majd részt a küzdelmekben egy makaui orosz párossal, ugye a Lomkám Csong, Nikolaj Martinov, tehát a most látható csapat ellen mérkőzünk. 10-3-ra vezetnek a szlovákok a csapatmérkőzés első találkozóján, úgyhogy itt nem tűnik annyira bonyolultnak a helyzet. Péter Mihalik maga biztosan hozza az első szettet 11-4 arányban. Péter Mihalik egyébként nem új asztali teniszező, tehát nem a közelmúltban kezdte a versenyzét, 2004-es eredményei is vannak már. Ő egyébként 39 éves, és Kaliszában született, 176 cm magas, úgy becézik, hogy cert. 2005-ben a Hungarian Open-en mutatkozott be a magyar közönségnek, és ott volt a paralimpián Londonban is. Sőt, az olimpián legyőzte Jaroszláv Hadravát is, illetve nyert Edson Gomez ellen is, viszont kikapott Samek Szalektől, illetve René Tausztól, így a paralimpián nem szerzett érmet. Egyébként Európa-bajnoki bronzérme is van már 2011-ből, és 2009-ben ugyancsak az Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert egyesben. Az orosz fiatalemberről nem sokat tudunk, eredményei még nincsenek, nemzetközi szinten egyáltalán. Annyit tudunk, hogy az orosz bajnokságban indult, és helyezései még nincsenek ott sem. Ebben a csoportban van még ugye a magyar kettős is, Kisjuhász József és Pusztafi László. Ők sajnos mind a ketten búcsúztak viszonylag hamar a küzdelmektől. Kisjuhász ugye vereséget szenvedett a szlovák Mészárostól, illetve az itt is szereplő Lomkám Csongtól, illetve nem pontosabban őt legyőzte, illetve kikapott az izraeli Sziadától. Pusztafi pedig egy győzelemmel és két vereséggel búcsúzott ettől a sorozattól. Pillanatnyilag 2-2. Elnézést is kér a szlovák fiatalember.
Elég magabiztosan játszik Mihalik. A leírás szerint nagyon offenzív, sokkal inkább támadó játékosnak tekinthető, mint védekezőnek. Viszonylag hamar megtámadja már az adogatás környékén a labdákat, 6-2-re vezet is már a második szedben, úgyhogy az elsőt nyerte. És nagyon szépen osztogat, tehát jól váltja az oldalakat, nagyon magabiztosan hozza a pontokat, még csak 2-t szerzett az orosz. Ez viszont szép volt Fonákkal, ki a szélére, nem volt ellenszere Péter Mihaliknak. 7-3. Ez a pörgetés mindent megért. Nagyon szép volt a balkezes Péter Mihalik. Egészen az asztal alól hozta vissza a labdát, és ez védhetetlenné vált. Nagyon komolyak a szervái is. Jászma labdája van a szlovák csapatnak. Nagyon nyugodtan követik a szlovákok a mérkőzést. Meg is nyeri a második szettet, 2-0. Tönnően vezetnek tehát a szlovákok az orosz-makaói közös csapat ellen. Péter Mihalik egyébként az egyéni versenyben a döntőbe jutásért szenvedett vereséget Tomislav Spájtól, aki végül a döntőt elvesztette a francia Döllárkkal szemben. Így ő az egyéni versenyben bronzérmet szerzett. Csak úgy, mint honfitársa, aki ugyancsak ebben a csapatban szerepel, Andrej Mészáros. Ő a későbbi győztes francia Döllártól szenvedett 3-2 arányú vereséget. Egyébként ugyanilyen arányban kapott ki Péter Mihalik is, Tomislav Spájtól. Az egyébként meglepetésnek tekinthető, hogy az olimpiai bajnok Jan Riapos, a szlovák olimpiai, paralimpiai bizottság elnöke, aki abszolút esélyese volt ennek a versenynek, nem nyerte meg a tornát. Honfitársa Martin Ludrovski a döntőben 3-2 arányban legyőzte, így az olimpiai bajnok a Hungarian Openen a második helyet szerezte meg. Erre a szetre viszont összeszedte magát az orosz, az orosz makaui csapat orosz része, és már 7-3-ra vezet. Forszírozza a Fonákot az orosz, jóval erősebb az az oldala. Viszont remekül szervál a szlovák, nagyon gyakran nem tud vele mit kezdeni Nikolaj Martinov. 7-7, viszonylag hamar visszahozta néhány pontos hátrányát Mihalik. Hoppá! Elütött a labda mellett. Volt egy ilyen eset Kajzer János mérkőzésen, és akkor ugyan nem esett le a labda, hanem csak visszaesett János ütőjére. Akkor a bírók megkegyelmeztek, és nem ítéltek pontot.
átveszi a vezetést közben a szlovák. És már mérkőzés labdája is van, ez fantasztikus volt ez a balkezes tenyeres egészen ki az asztal szélére. Nem nagyon volt esélye az orosznak. És most ezzel a labdával 11-8-ra összesítésben 3-0 arányban megnyeri az első mérkőzést Péter Mihalik. Így a szlovák csapat 1-0-ra vezet az orosz makaói csapat ellen.